Még nem választott általános iskolát gyermekének? Nézzen minket, Suli Körkép címmel bemutatjuk a környék általános iskoláit. Elsősorban a hátrányos helyzetű, halmozott a hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulók felzárkóztatását tűzte ki céljául a Pilis Csabai Jókai Mór általános iskola, de természetesen teret ad a tehetséggondozásnak is. Ebben az iskolában jártunk. De hogy nagyon sok változáson keresztül ment ez az iskola, a legutóbb a Klik Pilisvörösvári tankerülete döntött egy új jókai létrehozása mellett, amiről egyébként elmondható a jókairól, szintén olvastam, hogy a település szimbóluma is egyben az iskola. Kérem, hogy amennyi ebből felidézhető, milyen változásokon ment át az intézmény, és most milyen formájában működik. 2013. január 1-től lett a Klik fenntartóságú az iskola, és tulajdonképpen a működtetője is a Klik. Ez tulajdonképpen egy nem egészen pozitív dolog, ugyanis ez azt sugallja, hogy tulajdonképpen az önkormányzat az teljes mértéken átadta a Kliknek az általános iskolát. Viszont az iskola és az intézmény részére ez egy jó döntés volt, mert a Klik azt felkarolta ezt az iskolát, ugyanis a szabad iskola választások után kissé hányatott sorsa lett az iskolánknak. Azelőtt ugye két általános iskola működött, egy a Klotilligeti régióban, egy itt a falusi régióban, és teljes mértékben ellátta a feladatát mindkét intézmény. Viszont a szabad iskola választás, ami 1999-es évektől történt meg ugye az oktatási törvény módosításával, onnantól lehetőség volt arra, hogy a szülők eldöntsék, hogy hová szeretnék vinni a gyermekéket, és bizony nagyon sokan, mivel hogy távol dolgoznak, tehát nem találtak itt megfelelő munkákat, különböző közel vagyunk Esztergomhoz, Budapesthez, és nagyon sok család, mindkét szülője nem a településen dolgozik, ezért sokszor viszik magukkal a gyermekeiket is. Ez ilyen szempontból egy nagyon kedvezőtlen dolog, mert nagyon fontos az, hogy a gyermekek a szülőhelyükön nevelődjenek, mert tulajdonképpen egy gyökereik itt kéne, hogy fejlődjenek, növekedjenek, a barátságaik, a kapcsolataikat itt kellene, hogy képítsék. Itt bizony egy elég komoly változás történt, ez az egyik probléma. A másik, ami nem probléma, tulajdonképpen szülői kezdeményezésekre más iskolák is létrejöttek, és bizony így már megoszlanak, tehát a demográfiáról azt mindenki tudja, hogy sajnos öregszik el országunk, és egyre kevesebb gyermek születik. Tehát mivel hogy egyre több iskola is van, itt a környéken most már elmondható, hogy tehát településen belül 4 általános iskola működik, és itt 5-6-10 kilométeren belül is szintén vannak iskolák, tehát nagyon bőven van leválasztás, nem is beszélve. Kik választják a jókait, vagy kiknek ajánlja jön, hogy ezt az iskolát válasszák szülők? Akik most a jókait választották, azok elsősorban szociális helyzetüket tekintve hátrányos helyzetű családok, illetve roma családok gyermekei járnak magasabb számban az iskolába, hisz nekik nincs meg az a fajta lehetőségük, hogy távolabbra utaztathassák a gyermekeiket, illetve a szülők iskolázottsága sem olyan magas szintű, hogy túlzottan nagy igényekkel keresnék az iskolákat. Értem itt azt, hogy két tannyelv, hogy testnevelés tagozat, hogy esetleg vallásos, tehát katolikus iskola, stb. Tehát most jelen pillanatban a Jókai egy tipikus állami általános iskolát személyisít meg ebben a színes palettába, hisz éppen az előbb kezdtem azt mondani, hogy Pilis Csabán több általános iskola van, van egy alternatív jellegű palánta iskola, van a katolikus egyháznak a Páduai Szent Antal iskolája, illetve a német nemzetiségi önkormányzatnak a német nemzetiségi iskolája. Tehát tulajdonképpen nagyon színes palettát mutat Pilis Csaba ilyen szempontból.
Mi abszolút nyitottak vagyunk, éppen azért, mert a 2013-as fenntartóváltásnál a Klik megszavazta azt a fajta bizalmat, hogy az iskolának megadja azokat a lehetőségeket, értem ezt fejlesztésben, hogy kibontakozhasson és újra a régi fényében tündökölhessen, mondhatom ezt, hisz voltak nagyon komoly eredményei az általános iskolának. Éppen ezért mindenki számára nyitottak vagyunk. De mi éppen azért, mert reálisan tekintjük a dolgokat, éppen ezért mi nagyon befogadóak vagyunk, tehát a fejlesztésre és tehetséggondozásra tesszük a hangsúlyt. Nem félünk attól, hogyha egy sajátos nevelésű vagy kiemelt gondozást igénylő gyerekről lenne szó, ha magatartás tanulási zavarral küzdik. Viszont nagy szeretettel várjuk mindazokat is, akik tehetségesek. Mert úgy érzem, hogy sikerült egy olyan tantestületet létrehozni az évek folyamán, hogy a kollégáim ilyen szempontból teljes mértékben felkészültek. Azt gondolom, hogy a hátrányos helyzetű, a halmozott a hátrányos helyzetű, vagy a sajátos nevelési igényű gyerekekkel való foglalkozás, ez mindenképpen egy nemes feladat, de ugyanakkor nagyobb rátermettséget, empátiát, szakértelmet is igényel. Akiket most említett a nevelőtestület tagjai, azok bírnak ezekkel a kvalitásokkal, úgy lettek kiválasztva, esetleg továbbképzésen tudják elsajátítani a tudnivalókat, hogy működik ez? A tantestület nagyon vegyes összetételű, és az idősebb kollégáktól a fiatalabbig vegyesen minden megtalálható. Olyan kollégáink vannak, akik itt kezdték pályafutásukat, és már 40 éve itt dolgoznak, tehát ők azok, akik aztán semmitől sem rettennek vissza, jól edzett és nagyon-nagyon komoly szaktudással rendelkező kollégák. Ők azok, akiknek elsősorban feladata az, hogy a sajátos nevelésű, illetve sajátos nevelési igényű, illetve a BTMS gyerekekkel foglalkozzanak. A beilleszkedési tanulási nehézségekkel küzdő gyerekeket nevezzük így. Tehát a lényeg az, hogy az idősebb kollégák mellett viszont az új kollégák, akik most pályakezdőként, illetve csak néhány éve vannak a gyakornoki szinten, azok is tulajdonképpen a kiválasztásnál, tehát akkor, amikor jelentkeztek az iskolába, tájékoztatva lettek arról, hogy milyen jellegű az iskolánk, milyen az iskola tanulóinak az összetétele, tehát ők tudatosan választották azt, hogy ebben az iskolában szeretnének dolgozni. És ettől az évtől, tulajdonképpen 2014. szeptemberétől egy különös megtámogatást is kaptunk, ugyanis egy utazó gyógypedagógusi hálózatot épített ki a Klik. Ez a hálózat tulajdonképpen most is építés alatt van, aminek a székhelye Jókai Mór általános iskola lett, tehát nem véletlenül, hisz mi voltunk az az iskola, vagy mi vagyunk az az iskola, akik nagyobb számban fölvállaljuk az ilyen gyermekeket, és ott viszont kifejezetten szakemberek foglalkoznak, hisz ezek az emberek gyógypedagógusok, tanulási nehézségekkel küzdő gyerekekkel, illetve hallás, látás, mozgásában és esetleg értelmi fogyatékossággal küzdő gyermekeken is tudnak. Magyarán más hasonló iskolák az országban, vagy legalábbis a régióban, akik hasonló gyermekanyaggal dolgoznak, ők idejönnek gyakorlati tanácsokért, vagy önök mennek hozzájuk, vagy ez így kölcsönösen működik, hogy kell ezt a hálózatot elképzelni? Felmérés szinten mozog a dolog, tehát tulajdonképpen óvodáknál kezdődik a felmérés. Ezek a pedagógusok kijárnak az óvodákhoz, méréseket végeznek, felmérik azt, hogy tulajdonképpen milyen anyaggal rendelkeznek az óvodák, tehát hány olyan gyermek van, akik speciális fejlesztő foglalkozásokra szorulnak, illetve ezt az ellátást kell teljesíteni. Tehát ezen a szinten, a felmérés szintjén folyik a dolog. És nyilván a felmérések után, amikor ezek a gyerekek már bekerülnek, vagy már bent vannak az intézményekben, ezek tovább folynak, ezek a felmérések, a nevelési tanácsadóból is ugye jönnek a határozatok, amelyek jelzéseket mutatnak arra, hogy hány ilyen tanuló van, akit sajnos eddig különböző helyekre, elsősorban Budapestre vagy Esztergomba kellett beiskolázni, mert a környéken nem volt olyan iskola, ami fel tudja vállalni. Most ezek a kollégák ezeket az ellátási nehézségeket próbálják segíteni, és tervbe van véve azt, hogy majd tulajdonképpen
legyen ennek egy központja, de ez még csak terv. Olvastam a honlapjukon azt, hogy az iskola egyik célja a 2013-as váltás után, hogy az iskola ne maradjon a térség hátrányos helyzetű gyermekének a gyűjtőhelye. Ezt nem teljesen értem, hiszen pont a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása a programjuknak a középpontja. Még, mert hogyne, persze. Tehát tulajdonképpen ez egy kiinduló pont, mert amikor téves megítélés alá kerül egy iskola, vagy ráhúznak egy bélyeget egy iskolára, az percek alatt megtörténik. Tehát 50-100 év alatt kialakult egy vélemény, egy hírnév, egy jó megítélés, viszont egy téves intézkedés által, vagy egy szülői kezdeményezésre, vagy most nem menjünk ebbe bele, hogy milyennek az oka, de valamilyen oknál fogva bekövetkezik egy váltás, azt viszont évtizedekbe telik, mire azt az ember helyre hozza. Tehát azért mondtam ezt kiemelten a még szót, mert tulajdonképpen az, hogy most mi milyen céllal bírunk, ez tulajdonképpen egy gyakorlatiasság, tehát az, hogy mi ezt úgy érezzük, hogy maximálisan képesek vagyunk ezt a feladatot ellátni. Ez nem azt jelenti, hogy csak erre a feladatra vagyunk felkészülve. A fejlesztés mellett a tehetséggondozásra is hangsúlyt szeretnénk fektetni. Ez azt jelenti, hogy a mai napig is vannak olyan tanulóink, akik kiemelt szinten tudnak teljesíteni, és bizony nagyon fontos, hogy őket megtámogassuk. Ezt egy pillanatig nem vitatom, sőt, egykori gyakorló pedagógusként hasonló típusú iskolában dolgoztam, majd 8 éven keresztül. Az biztos, hogy jó pedagógiai munkával, műhely munkával, együtt gondolkozással csodákat lehet elérni ezekkel a gyerekekkel, de a szülők szociális körülményeit és helyzetét nem tudják innen az iskolában megjavítani. Hogyan tudják tovább kísérni, vagy tovább tolni a tehetséges gyerekeket, hogy ne húzza vissza őket az a közeg, amiből ide kerültek? Tulajdonképpen a szülők hozzáállása is változik az évek során, tehát nagyon fontos azt azért tudni, hogy ezek a szülők nagyon sokat tesznek azért, hogy változtassanak a helyzetükön. Tehát már nem jellemző az, hogy a segélyekből élünk, és a gyermekeknek a különböző juttatásaiból tartjuk el a családot, hanem ezek a szülők nagyon-nagyon-nagyon törekszenek arra, hogy munkába állhassanak. Ha a közmunkával is indul a dolog, akkor is, tehát próbálnak talpra állni, és ez számunkra egy akkora segítség, amit nem is tudom, hogy fejezzek ki, hisz amikor a szülő a saját életében ilyen változásokat kezdeményez, ez azért teszi, hogy a gyermeke már ne ebbe a helyzetbe kerüljön. És nagy segítséget kapunk pont azoktól a szülőktől, akik látják a gyermekükben a tehetséget, hisz mi, amikor ezt felfedezzük, az első dolgunk az, hogy a szülőknek ezt az örömhírt minél korábban megvigyük, már csak azért is, hogy egy, támogasson minket, kettő, közösen találjuk meg azokat a lehetőségeket, hogy a gyermek ne vesszen el. Ez egy motiváció is a többi gyerek részére is, hogy lám neki sikerült, akkor miből állna az, hogy most te is tegyél rá, te is foglalkozz ezzel, és a szülőket is sajnos. Tehát bizony azért vannak olyan szülők, akik nem foglalkoznak ilyen nagy mértékben a gyermekeikkel, viszont ha látják a szomszédjukban, hisz ezek a gyerekek elég közel laknak egymáshoz, ha látják, hogy az egyik gyermek már milyen szintre jutott, milyen versenyeken vesz részt, akkor bizony benne is benne van az a becsmágy, hogy az én gyermekemből is akkor legyen valami. Három olyan tevékenységi kört írtam össze, ami azért úgy rendhagyó, vagy egyedi háztartástan. A sakk legalábbis szándékként megfogalmazott a sakkoktatás, ami néhány nappal ezelőtt a telki iskolában mondtuk, ott órarendbe építve tanítják a sakkot. Illetve a lovasoktatás, gyógylovaglás. Ezekről kérem, hogy mondjon egy pár mondatot. A Pilis Csabai Cserkész és Lovas Egyesületnek köszönhetjük. Az ő felajánlásuk az, hogy ingyenes lovasoktatást biztosítanak a gyermekeinknek. Ez tulajdonképpen a 2013-as évtől indult ez a megsegítés, és felmenő rendszerben visszük ezt a dolgot tovább. Nagyon-nagyon jó hatással van a gyerekekre. Igaz, hogy vidéken élünk, Pilis Csaba a város ugyan, de azért megvan a vidéki jellege, megvan a falusias jellege. Még nagyon sok családnál vannak állatok, akár még lovak is, tehát azért a gyerekektől nem áll ez a dolog annyira távol, viszont maga a lovaglás az már nem annyira kézenfekvő dolog. Tehát
ezzel segítik meg tulajdonképpen a mi munkánkat, mert a gyereknek eleve megvan az állat szeretete, és most itt jön hozzá a sport. És nagyon jó az is, hogy kötelességet is kiépítik a gyerekben, hisz a gyerekeknek ezeket a lovakat gondozni is kell. Tehát nem úgy van, hogy felnyergeljük a lovat és lovagolunk egy nagyot, hanem bizony azt az állatot ki kell trágyázni, a patáját meg kell takarítani, meg kell kefélni, stb. Tehát a lényeg az, hogy maga az állatgondozás is beletartozik ehhez a programhoz, és nagyon-nagyon élvezik a gyerekek. Élvezik a háztartástant is? Ott a háztartástant meg tulajdonképpen felső tagozatban indítványoztuk első körben. Megint szerencsénk van, ugyanis ezek a gyermekek lehet, hogy tanulmányaikban hátrányos helyzetűek, nincsen meg az a szociális hátterük, ami ezt megtámogatná. Viszont éppen azért, mert sok kis testvérrel rendelkeznek ezek a családok, nagyon hamar befogják a gyermekeket a háztartásba. A lányok bizony gondozzák a kisebbeket, és majdnem, hogy ők hoznak be nekünk recepteket, tehát remekül működik a dolog, mert a nagylányok csodálatosan főznek, sütnek. Úgyhogy nagyon élvezik is ezt a dolgot. A sikerélményük megvan, tehát ez még jobban ismer, ez a legnagyobb motivációs erő ebben az egészben, hogy ők is tudnak újat nyújtani a tanórán, nem csak a tanár nekik. A sakk mennyire terv, mennyire közeljövőbeli realitás? A sakk oktatás bevezetéséhez azért kell egy komolyabb háttér. Éppen most lesz ennek a megbeszélése, hogy a továbbképzéseket hogyan tudjuk majd ezzel kapcsolatban indítani, hisz kollégáinknak kell első körben megszerezni azt a fajta módszertan, amivel sikeresen tudnánk ezt a sakkoktatást bevezetni. Most egyelőre a szabadságban működik ez a dolog olyan szinten, hogy táblás játékokat oktatunk a gyerekeknek, tehát nem kifejezetten csak sakkot, hanem az ehhez tartozó még más egyéb játékot is játszhatunk a gyerekekkel. Borzasztóan fejleszti a matematikai logikát, a kombinatorikát és egyebeket. Tehát azért mondom, hogy nagyon nagy lehetőséget látok abban, hogy ez megvalósuljon, de még jelen pillanatban a tervezés tárgya. Mi a legnagyobb sikerélménye itteni tanárként, tanítóként, illetve megbízott igazgatóként? Nagyon sok esetben látom azt, hogy ezek a gyerekek nem kapják meg a kellő figyelmet, nem kapják meg azt a fajta szociális, pszichés hátteret, mint amit egy más családban egy másik gyermek megkaphat, és mi maximálisan megpróbáljuk azt a családias, bizalmi légkört kialakítani a gyerekek számára, ahol meg tudnak nyílni, ahol egy egészen másfajta életvitellel találkoznak, és borzasztóan hálásak. Óriási nagy élmény az, amikor a gyermek szemében látja az ember azt a fajta reményt, azt a fajta értelmet, amit már itt a kollégák és talán a saját munkámnak is köszönhetek. Éppen a mindennapos testnevelés bevezetése és egy nagyon sikeres program volt az iskolában. Ugye megspékeltük ezzel a lovasoktatással, viszont azt a lehetőséget is megkaptuk, hogy a kliktől, hogy a gyermekek ingyenes úszásoktatásban részesülnek. A csolnoki úszodában 3 gyereket választottak ki az úszásoktatók, akiket ők vállaltak fel, hogy a további oktatásukat ingyenesen fogják folytatni, hisz olyan tehetséget látnak bennük, hogy érdemesek arra, hogy tovább folytassák a különböző úszásnemekben az oktatást.